Lezajlott ugye a jelöltállítás, a Fidesz-KDNP a jelöltállításhoz szükséges aláírások sokszorosát gyűjtötte be, de ugye a szokás szerint mi támogató aláírásokat is gyűjtünk, és most már összesen azért választókat, több mint 10 000-en támogatták ilyen formában is a Fidesz-KDNP jelöltjét, vagyis személyemet. A választásokról csak meg szeretném erősíteni, hogy a választáson valóban az a tét, hogy Magyarország bevándorló ország lesz-e, vagy megmarad magyar országnak. Ebben az esetben, és hát az a célja nyilván, hogy ez esetben biztonságban élhetünk ebben a térségben, és tovább növekedhetnek a bérek, a nyugdíjak, és minden évben lehet nyugdíjkiegészítésre is számítani. A választásokat mérlegelve a választókerületbe is azt tudom mondani, hogy alakul a Gyurcsány-Jobbik koalíció. Ennek elsősorban Zalaszenglóton láthatók már a jelei. A helyi lap borítóján egy soros szervezet által összeállított anyagot is közöltek, tehát a kampány gyakorlatilag helyben a DK-s polgármesternél a soros szervezetek anyagával folytatják le. Az eddigiek alapján arra lehet számítani itt, ahogy országosan is, hogy a legvalószínűbb, hogy csak egy jelölt lesz, ezért is mondhatom azt, hogy alakul a koalíció. Nem tudjuk, hogy ez ki lesz az ellenfelek közül. A DK jelöltje is esélyesnek hirdeti magát, ugye úgy hirdeti magát, hogy esélyes jelölt. A DK és a Jobbik támogatottsága a felmérések közül a DK baloldallal együtt természetesen, tehát a DK baloldal támogatottsága a felmérések közül pártként közel megegyezik. De akkor sem lepődnék meg, hogyha lesz egy országos megállapodása, akár a LMP-s lenne itt a végső jelölt. Ha megnézzük a városban a plakátokat, akkor a saját plakátjaink mellett szinte kizárólag csak az LMP plakátjai vannak kint. Tehát körülbelül erre lehet számítani, ugye, és természetesen az én arra készülök a következő ciklusban, hogy egyrészt, amit Keszthelyen előkészítettünk fejlesztéseket, azokat végbe vigyünk, amelyek szebbé és vonzóbbá teszik a várost, és könnyebbé teszik az itt élők életét. Illetve nagyon fontos a falufejlesztési program, a falun élők életének megkönnyítése, ahol itt a továbbra is azt gondolom, hogy elsősorban a tuzifában kell segíteni az embereknek, akár a szociális, amit a kormányzat tervezett, a szociális tuzifat kiterjesztésében, vagy későbbiekben egy tűzifa áfa csökkentésben, és hát természetesen úgy, ahogy Keszthely környéken javult a közlekedés, így a közlekedést a egész választókörbe tovább javítani kell és szükséges. Köszönöm szépen. Kérdezhet? Igen, lehet. Az alapjelentés, az alapjelentés, az alapjelentés három települést érint a térségben. Az a jelentés, tehát az újság az nem az alapjelentés közölte, hanem a soros szervezetnek a jelentését, és a soros állította össze, a soros kimutatható, ezt az újságban is fel van a neten, hogy az országjelentést alapvetően a soros szervezetek állították össze, a soros finanszírozta szervezetek állították össze. Ez a helyzet, tehát ez erről szól. Nem tudjuk, mert igazából mi nem láttuk az alapjelentést. Igen. És kérdésem az, hogy az újságban is több jelölt beszélt a kormányzati korrupcióról. Ön szerint ez létezik, van ilyen? Hát nézze, ahogy az újságján megjelent, ahogy a minden politikus korruptnak állítanak be, én azt gondolom, ez Baracskai Józseftől meg kell kérdezni, aki kormánypárti politikus is volt. Tehát ha ön szerint minden képviselő korrupt, akkor gondolom, hogy az elsőnek a gazdáját meg kell kérdezni, Baracskai Józsefet. De így jelent meg az ön újságjába, tehát természetesen a korrupció ellen küzdeni kell, ebben egyetértünk. Én azt tudom mondani, hogy itt az elmúlt évtizedekben semmi olyan ügyet nem vetettek föl, ami lényegesebb korrupciót az önkormányzat választókörben érintett volna. Most, hogy a választások előtt 1-2 hónappal különböző ügyek felmerülnek, én azt gondolom, ez a kampány részei.
Ezzel én be is. Én nem tudok róla természetesen, de mondom, kérdezzem meg a Balaskai Józsefet, aki kormánypárti képviselő volt a Gyurcsány érában, amikor egyértelmű, hogy a legnagyobb korrupciós esetek akkor történtek. Másik kérdésem. Most hivatkoztam a újságoknak a helyzetet, a teljesség turisztikája. Végül is az egyik cégen foglalkozik turisztikában, Európában és Ázsiában jönnek hozzá vendégek. Az utóbbi időszakban, utóbbi éven azt érzékeltem a kommunikáció szinten, hogy rossz az ország megítélése, és nem akarnak jönni. Ön szerint ez a sorsolásnak köszönhető? Én azt gondolom, hogy valóban volt ilyen, hiszen azt lehet tudni, ugye, hogy Magyarország az útjában áll a migrációnak, és ezért a nyugati média jelentős része valóban Magyarországról lejárató cikkeket között. De épp azt vesszük észre itt a térségben, nekem erre számolnak be az itt lévők, hogy ez nagyon megváltozott. Tehát amióta Németországban is az emberek tájékozottabbak, pont fordított a helyzet. Nagyon sokan jönnek ide, akár ingatlant is keresve, hogy itt szeretnének letelepedni, mert itt érzik magukat biztonságban. Köszönöm szépen, akkor fájdalmas egyéni.